öreg vagyok már bohócnak, de fiatal még a halálhoz, és nem tűröm, ha beszólnak, hogy a zokni nem megy a szandálhoz. Amióta bekötötték a netem, teljesen megváltozott az életem. Otthonról dolgozom nevetve, akár 100 000 euró hetente. Titkos recept, különös módszer, furcsa trükkök és praktikák. Hagysebész és nyelvtanár, sírva adja ott praxisát. Gyűlöl engem a pornóipar, rühellenek a doktorok. Nem kell coach és fitness edző, szegények nem boldogok. Egy nap alatt megtanultam 23 nyelven, egy különös módszer volt az elvem. Kigyógyultam a rákból egy furcsa trükkel, répa retek mogyoró, de nagy betűkkel. Nem csoda, hogy utál már a férfi nem, minden reggel növelem a péniszem. Ha megtudják, az orvosok is tombolnak, hála egy ősi kínai hormonnak. Titkos recept, különös módszer, furcsa trükkök és praktikák. Hagysebész és nyelvtanár, sírva adja ott praxisát. Gyűlöl engem a pornóipar, rühellenek a doktorok. Nem kell coach és fitness edző, szegények nem boldogok. 2 hét alatt fogytam 50 kilót, a reggelihez szedem azt a színes vigyót. Tisztítom az ereimet házilag, szólítsatok simán Tipó bácsinak. Hányást viselok, de nem kell kórház, én vagyok a pap és a természet gyógyász. Negligáltam az intelmeket és felrobbantottam az internetet. Titkos recept, különös módszer, furcsa trükkök és praktikák. Hagysebész és nyelvtanár, sírva adja ott praxisát. Gyűlöl engem a pornóipar, rühellenek a doktorok. Nem kell coach és fitness edző, szegények nem boldogok. Különös módszer, furcsa trükkök és praktikák. Hagysebész és nyelvtanár, sírva adja ott praxisát. Gyűlöl engem a pornóipar, rühellenek a doktorok. Nem kell coach és fitness edző, szegények nem boldogok.